legutóbbi videóm kapcsán kaptam olyan megjegyzéseket, hogy nem jó ez a képlet, meg hogy adjam közre a valódi képletet, ne a Fidesz propagandát harsogjam, meg nem jó a NASA program, meg na mindegy, szóval kaptam egy pár olyan megjegyzést, ami miatt úgy éreztem, hogy mindenféleképpen, ugye két lehetőség van. Ezeket a megjegyzéseket vagy bennhagyom, de akkor zavart keltenek a nézőkben, mert a nézők azt fogják hinni, hogy ezeknek a megjegyzéseket íróknak igazuk van. Ha szó nélkül hagyom, akkor tehát nyilván én nem szeretek kitörölni senkit se. Tehát én tisztelem az ő véleményét, és nincs is ezzel nekem semmi bajom, hogy neki ez a véleménye. Az egyetlen probléma, hogy ezáltal a kedves nézők félre lesznek vezetve. Ezért mindenféleképpen azt a megoldást választanám, hogy reflektálok erre. Bocsássanak meg, hogy megint előadom a tanári szerepemet, de kénytelen vagyok. Az óráink azok úgy működnek, tehát az időmértékeink, hogy vannak a nagyobb egységek, ezek az évek, ha még nagyobbat veszünk, akkor a korszakok, de mondjuk az évek, azon belül a hónapok, azon belül a hetek, napok, a napok fel vannak osztva 24 órára, az órák fel vannak osztva percekre, és a percek fel vannak osztva másodpercekre. Az időegységet a föld körüli pályán lévő, föld körüli, hát nekünk a föld körüli, mert a földről nézve nézzük, tehát úgy értve, hogy a föld pályája az ugye ekliptikának neveztetik, bár azt úgy ne, az, annak az a jelentőség, hogy az a nappálya. De a földről nézve látjuk a nappályájának, egyébként a föld kering ezen a pályán a nap körül. De a lényeg az az, hogy először is tisztázzuk, hogy az ív és az idő attól a pillanattól kezdve, hogy fogban gondolkozunk, a következőképpen aránylik egymáshoz. Egy fok, tehát most egy ívfokról beszélünk, az egyenlő 60 ívperccel. Tehát ahogy az egy óra egyenlő 60 időperccel, az ívnél egy fok egyenlő 60 ívperccel. A percek, az ívpercek további másodpercekre vannak felbontva, és ugyanúgy lehet tized másodpercben is gondolkozni, ahogy a sportolóknál is van időértelemben tized másodperc. Tehát ahogy az időnél is a percet felosztjuk másodpercekre, az ívperceket is felosztjuk másodpercekre. Most amikor egy program nem írja ki a másodperceket, akkor lehet azt mondani, hogy két égitest együtt áll. Ugye itt most a Szaturnusz és a Neptun 44-en, 0 fok 44-en együtt áll. Igen, de az alapos asztrológus utána néz, hogy hogy van ez a másodpercek tekintetében. Mert az fontos. A bolygók nem perceket ugrálnak, hanem nagyon lassan mennek tova, amit tovább lehet bontani ív másodpercekre. Mondanám a kedves nézőknek a következőt. A programban az látszik, hogy a Szaturnusz eléri a 0,44-et, és a Neptun a 0,44-en áll. Percben, tehát 0 fok, 44 perc. Igen, de ilyenkor az asztrológusnak pontosan meg kell nézni, hogy ez mind a ketten kerek 44 percen állnak, vagy
44 perc valamennyi másodpercen állnak. Na most, amikor a Szaturnusz és a Neptun mind a kettő 44-en vannak, akkor van még köztük egy jelentős másodperc különbség, ami aztán egyre kevesebb lesz, mert a Szaturnusz szépen behozza a Neptunuszt, és ez úgy történik meg, hogy az a képlet, amit önöknek én felrajzoltam, és amit egyébként az AstroSky programmal számítottam ki, illetve annak a programnak a segítségével számítottam ki, és így jegyezném meg, hogy minden jelentősebb asztrológiai program a NASA programmal dolgozik, jó, ha tudják, ha nem tudják, nézzenek utána, a svájci Ephemerida ugyanúgy a NASA programmal dolgozik, mint jó néhány más program. Nekem egyébként megvan a úgynevezett svájci szintén, amit annak idején még a Belcsáknak készített a Karsdotter, és ő is a NASA programmal dolgozik. Tehát mind a két program a NASA programmal dolgozik. Egyébként ez a program nagyon pontos, 10 000 évre előre és hátra rendkívül pontosan megmondja, hogy mi hol áll egy adott pillanatban. Tehát mielőtt az ember elkezd egy programot használni, akkor elkezd utána nézni, hogy az megfelelő-e, megbízható-e. Az amerikai ephemeridák is a NASA programmal dolgoznak. Tehát ez teljesen evidens, tehát ez nem kérdés már. És ez szerint a program szerint a Szaturnusz, amikor a Neptunusz már átéri a 45-öt, tehát magyarul 0 fok 45 percen áll, kerek 45 percen, a Szaturnusz még mindig csak 44, mit tudom én, 40 akármennyin. Tehát ezek után a Szaturnusznak be kell hoznia a Neptunuszt, és ezt 40, tehát 0 fok 45 perc és 10 másodpercen teszi. Megnéztem, mert ugye nálam a léptetés lehetősége is megvan, és egyébként az AstroSky-ban tudnám javasolni, hogy aki ezt használja, az nézze meg, van egy olyan alcím, hogy asztrológiai pozíciók. Tehát be kell menni ebbe, és akkor ott ki van írva, mert a képlet rajzban ott csak a percet ábrázolja. Igen, de ha bemegy a kedves néző, és megnézi a bolygók pozícióit, mert van egy ilyen lehetőség ebben a programban, akkor pontosan kijön, hogy másodpercre hol áll az adott bolygó. Tehát a pontos együttállás, még egyszer mondom, az 0 fok 45 perc 10 másodpercen van, 10 másodperceket nem közöl a program, tehát 10 másodpercen van, és ugye ott is van egy kis játék, ezért én ilyenkor mindig léptetem a programot, hogyha 1 perccel odébb léptetem, akkor hol áll a Szaturnusz és a Neptun, akkor még mindig ugyanezen a másodpercen állnak. Ha 2 percet léptetek előre, akkor a Szaturnusz már 1 másodperccel tovább lép. Ugyanígy, ha 2 percet léptetek vissza, akkor a Szaturnusz az 1 másodperccel visszalép, akkor még a Neptun már 45-10-en van, a Szaturnusz pedig még csak 45-09-en. Tehát ennek következtében mondhatjuk azt, hogy van egy ilyen 4 perces, ha úgy tetszik, holtjáték, de ténylegesen a 10-hez képest csak 2 perccel van eltérés, akkor már 1 másodperccel tovább lép a Szaturnusz, vagy ha visszafele léptetjük, akkor 2 percnél lép 1 másodperccel vissza. Ez azt jelenti, hogy ennek a fokszámnak, mármint ami ott most a Magyarországra felállított horoszkópnál, ennek a fokszámnak van egy durván 2 perces játéka, az pedig azt jelenti, hogy az aszcendens maximum 0,5 fokkal térhet el attól, ami ott szerepel. Tehát a hiba lehetőség, a hiba határ az aszcendensnél maximum 0,5 fok.
Na most kérem szépen, miután itt az aszcendens a szűzbe van, ott még kisebb a hiba lehetőség, mert ahol nagyon gyorsan megy az aszcendens, az a vízöntő, a halak, a kos és a bika jel, ahol 4 perc alatt 2 fokot is képesek menni, és 2 perc alatt 1 fokot, tehát ott van ez az úgynevezett félfokos hiba lehetőség, a másik esetben viszont ott nincs ennyi, ott még kevesebb, tehát még fél fok sincs a szűz aszcendensnél, tehát én a valódi képletet tettem közre, és akik ezt nem értik, azok ne hivatkozzanak arra, hogy hány éve asztrológusok, mert egyébként is azt gondolom, hogy a koromnál fogva most ne akarjunk versenyezni, én 17 éves korom óta foglalkozom az asztrológiával. Tehát most elkezdünk karatézni, hogy most ki 20 éve, ki 50 éve, mert én már 54. éve. Most akkor innentől kezdve mi van? Ezen múlik a tévedés? Nem. Az 54 éve foglalkozó asztrológus ugyanúgy tévedhet, mint a 20 éve foglalkozó asztrológus. És egyébként az mindig azon is múlik, hogy mennyire precízen van megtanítva a kedves asztrológus például csillagászati ismeretekre, mert az is nagyon fontos. Tehát mindenféleképpen fontos még egyszer tudatni, hogy nem percekben mozognak a bolygók, hanem másodpercekben. Például itt van rögtön, hogy ne menjünk messzire, az úgynevezett szolár, a nap visszatérésének a segédhoroszkópja. A szolárnál ott is fontos tudni, hogy amikor megszülettünk, és ahhoz nagyon pontosan be kell állítani az aszcendens, hogy pontos születési időnk legyen, percre pontos születési időnk, a percre pontos születési időhöz tartozik majd egy napállás, amely valamellyel fokán, percén és másodpercén áll. És később a szolár ugyanazon fok perc másodpercre, tehát a nap megismétlődését ugyanazon fok perc másodpercre kell kiszámítani. Az fogja megadni a szolár aszcendens lehetőségét, az adott tartózkodási helynek megfelelően. Ezek a szabályok. Tessék nyugodtan utána nézni. Elég régóta vagyok a pályán. Most fejezem be, ünnepélyesen kijelentem, a mai nappal befejezem az 50. tanítási évemet. 1973-ban kezdtem el oktatni ősszel. Tehát ez azt jelenti, hogy most fogom befejezni az 50. tanítási évemet a mai napon, mert gyorsan leültem ide vasárnap reggel, hogy önöknek ezt közreadjam, hogy véletlenül sem maradjunk tévedésben, és aztán innen elmegyek, és leadom az egész napi önismereti képzésemet. Na tehát, visszatérve, nagyon sokan úgy értékelik azt a horoszkópot, amit közreadtam, hogy hát hú, tényleg, ha kimaradunk a közvetlen harcokból, az nagyon jó. De elmondtam azt is, és ez is egy nagyon fontos, én azt hiszem, hogy mindenképpen holnap lesz egy pici időm, újra szeretném megbeszélni önökkel a Szaturnusz-Jupiter együttállásának a horoszkópját, mert úgy tűnik, hogy egy picit úgy. Tehát ismételjünk, elnézést kérek. Azért ismételjünk, mert az egyik legnehezebb rész az most nem katonai értelemben van, hanem gazdasági értelemben. Valójában itt most bizonyos, kiemelt gazdasági emberek, nem tudom őket megnevesíteni, de ha mindenféleképpen akarják tudni, akkor érdemes utána nézni, hogy ki tartozik a Bilderberg csoportba, ki tartozik a BlackRock csoportba, stb. Jó? Tehát most tehát érdemes ezeknek utána nézni. Szóval ezek a úgynevezett nagyon-nagyon gazdag emberek, akik természetesen azért lettek olyan nagyon gazdagok, mert képesek újból és újból
harácsolni, ha ezt a szót használjuk, akkor ez egy egyértelmű szó, tehát nem elég nekik a világ semennyi pénze, pénzt és hatalmat akarnak. És elhatároztak egy új, modern gyarmatosítási megoldást. Csak most már nem arról szól a történet, hogy az egyes országokat hogy lehet gyarmatosítani, hanem a földet hogy lehet gyarmatosítani. Kitalálták a digitális pénzt, azt be akarják vezetni, teljes ellenőrzést akarnak. Tessék ennek utána nézni. Fenn van az interneten. Ugyanúgy mások elmondják ezeket. Most létrejött egy új szervezet áprilisban, akiknek az a dolguk, hogy a digitális pénz bevezetését ellenőrizzék. Megvan, már létrejött. Van róla szó az interneten, meg lehet találni. A lényeg tehát, hogy itt most egy globális háború folyik, és a Covid meg a Ukrajna, ezek ilyen elterelő hadműveletek. Ezek egész más jelentőséggel bírnak a közben az elterülő hadműveletek mögött, pedig létre akarják hozni a globális kormányt, a globális pénzt és a teljes ellenőrzését az egyszerű földi halandóknak, mint amilyenek mi is vagyunk, a kedves nézők, meg én is. Ez a nagy helyzet. És ez sokkal, de sokkal nagyobb veszély az életünkbe, és sokkal, de sokkal nagyobb probléma az életünkbe. Igazában véve azon érdemes elgondolkozni, hogy hogy lehetne ezt egy picit tompítani, vagy hogy tudnánk ezt egyénileg javítani, hiszen a világmindenség erő egyensúlyában mindenkinek a tudatossága benne van. Tehát az első és legfontosabb dolog, erről külön kéne beszéljek, az úgynevezett célorientáltság. Tehát, hogy van célom, határozott célom, és azt kivitelezni akarom, azt tudatosan kivitelezni akarom. Abban jobbak ezek az kedves hölgyek, urak, akik ennek a nagy tervnek a részét alkotják, hogy ők céltudatosak. Higgyük el, hogy itt ez a játék, ez nem most kezdődött. Ebben már benne van a 2008-as világgazdasági válság is. Ebben benne van a 2001-es, tehát most lehet mondani, hogy én összeesküvéseket gyártok, de hogy gyártok összeesküvéseket? Csak figyelek, csak nézek. És gondolkodom, hogy ez most jó vagy nem jó, én úgy születtem meg, hogy a Merkur van az aszcendensemen. Tehát gondolkodom. És közvetítek. Ezért beszélek ennyit, mert a Merkur ott van az aszcendensemen. Ezért tanítok, ezért oktatok. Tehát a Merkurnak, ha úgy tetszik, a Merkurnak köszönhetem ezt az egész szerepkört, amit viszek most már, idestova 50 éve. Tehát a lényeg a célorientáltság. Amikor nem tudom, hogy mit is akarok igazán. Ilyen teszetoszáskodom, ide nyúlok, oda nyúlok, mi lenne a legjobb, nem is tudom, hogy. Tehát minden bizonytalanság az ő malmukra, nekik segít, az ő malmukra hordja a vizet. Ennek következtében mondhatjuk azt, hogy nekünk is sokkal célorientáltabbnak kell lennünk. Tudnunk kell, hogy mit akarunk. Akár párkapcsolat terén, akár gazdasági értelemben, akár egzisztenciális értelemben, akár gyermeknevelés területén. Mindig készen kell lennünk. Hát igazából véve nem kell nagyon messzire menni, ez olyan, mint a sakkjáték. Egy jó sakkjátékos legalább 5 lépést tud előre, legalább 5 lépést, annál többet kéne, de legalább 5 lépést. Én nem vagyok annyira jó sakkjátékos, de mondjuk bridge-elni azt elég jól bridge-eltem.
ott is, ha az ember figyeli a lapokat, ugye ott, tehát ott három dolgot kell összhangba hozni, tehát egyrészt van egy figyelem arra nézve, hogy milyen lapjaim vannak, mi van a kezemben. Elhangzott egy úgynevezett licitálás, hogy nagyjából, ha megfelelő bridge játékosok vannak a további partnerekben, és a licitek megfelelően ülnek, akkor a licitálás alapján már nagyjából tudja az ember, hogy minek hol kell elhelyezkedni. Közben folyik a lapok kijátszása, és az ember akkor elkezdi számolni, hogy ha nálam van a pik 8-as, a pik 9-es, a pik 10-es, most ő kirakta a búbot, oké, de ő mondott pikket, akkor ezek szerint még nála valószínűleg ott van a király meg az asz. Tehát valójában ezek ilyen stratégiai játékok, ha úgy tetszik, az élet is egy stratégiai játék. Tehát nekünk meg kell találnunk a saját életünk megfelelő stratégiáját, és annak jó néhány lépését előre eltervezni, hogy mit és hogyan akarunk csinálni. Tudom, van egy olyan mondás, hogy ember tervez, Isten végez, oké, ezt a mondást nyugodtan fogadjuk el, de ettől még tervezhetünk. Ettől még elképzelhetjük, hogy hogyan tovább. Bocsánatot kérek, egyébként tervezés nélkül nagyon nehéz élni. Hát, hogyha most én reggel felkelek, és nem tudom, hogy ma van egy csoportom, akit végig kell csinálnom, hát az a tervnek a része. És ezt a tervet, ezt már előre megbeszéltem a csoportommal. Tehát nem ma találjuk ki, hogy ma találkozunk. Tehát a tervezés az állandó része az életnek. Csak itt most nem az a leglényegesebb, hogy tudom, hogy holnap után megint be kell mennem a munkahelyemre, hanem az a leglényegesebb, hogy én mit akarok az életemmel. Célorientáltság. Ez a lényege az egésznek. Aztán erről még beszélhetünk többet is. Most minden esetre ezt szerettem volna közreadni. Tehát az asztrológia értelemben fontosak a bolygó mozgásokban az ív másodpercek is. Nem elég csak a perceket figyelni. Különösen lassú bolygóknál az nagyon nagy eltéréseket tud eredményezni, ha nem vesszük figyelembe a másodperceket. És ami az életvezetésünket illeti, ott a célorientáltság. Az a legfontosabb. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattak. Isten áldja Önöket. Viszontlátásra!